Szép estét kívánok! Köszöntöm kulturális magazinunk a Paletta nézőit, április 19-én, kedden 19 óra 45 perckor. Mai adásunkban először egy beszélgetést láthatnak Hánkakas Istvánnal, háromszoros aranysarkantyús táncossal, aki jelenleg a Szabadművelődés háza kulturális munkatársa. Témánk pedig a 48 éves a világörökség részét képező magyar táncház mozgalom. Ezt követően beszámolunk arról, hogy megkezdődtek az Ember tragédiája második részének online próbái, majd körülnézünk, hogy mi történik Csíkországban, hiszen rövidesen sor kerül a 8. csíki versünnepre ezúttal online formában. Tartsanak velünk! Szép estét kívánok, ahogy ígértem! Ma a táncház mozgalomról fogunk beszélgetni, hiszen születésnapot ültünk, vendégem pedig Hánkakas István, háromszoros aranysarkantyús táncos, az Alba Régia Táncegyüttes legendája, egykori legendája, jelenleg ugye a Szabadművelődés házának kulturális munkatársa, de a néptánc az örök, azt tudjuk. Örülök, hogy itt vagy velünk. Hát vissza kell menjünk az időben, hiszen amikor elindult 48 éve ez a mozgalom, akkor nem gondoltuk volna, hogy ilyen fantasztikus pályát fog befutni. Ma már ugye az UNESCO világörökség része. Menjünk vissza az időbe, utazzunk el Pestre, 1972 tavaszát írtuk. Igen, 72. május 6-án volt Budapesten az első úgynevezett táncház, amit nem gondoltak, hogy több alkalommal lenne, meg nem is gondolták azt, hogy egyáltalán ki fogják nyitni majd a nagy közönségnek, mert gyakorlatilag néhány táncegyüttes fogott össze, és a saját szórakoztatásukra próbáltak megrendezni egy táncházat, egy ilyen szórakozást. De még ha egy kicsit visszamegyünk az időbe, azért ennek vannak állomásai, előszelei. Egyrészt a Gyöngyös-Bokréta mozgalom ezt már megelőzte, ugye, a 30-as években két világháború között. Tehát ez segítette ennek a kialakulását. Akkor beszéltünk arról, hogy az 50-es években a Magyar Állami Népi Együttes létrejötte, és Rábai Miklóssal segítette ezt. Aztán a 60-as években ugye a Röpűpáva tévés vetélkedő is ennek az előállomása volt, és aztán ugye későbbiekben a 60-as, 70-es években komoly gyűjtések indultak el Erdélybe, amik aztán konkrétan segítették ezt, mert hogy maga ez a táncház kifejezés, ez Erdélyből ered, egész pontosan Székről, ez egy kis falu, mezőségen belül, innen ered ez a szórakozási forma, gyakorlatilag ott maradt meg a legeredetibb formájában ez. És az ide érkező városiak gyakorlatilag rácsodálkoztak, hogy ilyen létezik, hogy mi ez az ismeretlen szórakozási forma, ami ráadásul ilyen erővel bír. Mert nagyon jól mondod, valóban óriási erővel bírt, hiszen az első táncház, ugye ezen a 72-es tavaszról beszélünk, ott még azért a barátok voltak, és igen, utána az ország szerte elindult az az út, ami jelenleg is tart. Igen, hát ezt, ahogy mondtam, úgy szerették volna, hogy saját szórakozásuk maradjon meg ebbe, de Tímár Sándor másképp látta ezt a dolgot Novák Ferenc Tatával, és még mondhatom, hogy Martin Györgyel is, és még sokan mások a szakmában, akik arra gondoltak, hogy ne tartsuk meg csak magunknak, hanem igenis be kell engedni a közönséget. Mert ugye nézték az emberek, hogy mi ez. Nem találkoztak még ilyen, főleg abban az időben, a 70-es évek elején, azért a beat rock korszak éppen erősen dúlt, és akkor megjelent egy fűszál ezzel a mozgalommal, ami akkor még nem volt mozgalom, hanem egyáltalán a magyar folklór ilyen formában megjelent, hogy szabadon alkalmazták az emberek, mint a nyelvüket. És most már egy beláthatatlan mező, de ehhez az, igen, is kellett, és ez hála Istennek így van Fehérváron is, az is kellett hozzá, hogy valaki elhozza ide. Ugye két esztendővel az alap Budapest után Székesfehérváron is megjelent, és én azt mondom, hogy azóta a töretlenül népszerű. Kicsit beszéljünk Fehérvárról, jöjjünk, igen, haza. Ide Botos Józsefék hozták egyértelműen, Hortobágyi Béla, Hortobágyi István, Fekete Kati, Abonyéné Fekete Katalin, Botos József ott voltak ezen az első rendezvényen már, és ők is látták, és gyakorlatilag gondoltak arra, hogy ezt nem csak Budapestre kell tenni, hanem ennek vidéken is ugyanúgy létjogosultsága lenne. És 74. február 16-án rendezték meg az első
táncházat a Pintér Károly Művelődési Házba, ahol néhány alkalmat volt egyébként csak, mert ha jól emlékszem, akkor valami olyasmi volt, hogy az épület szerkezete nem volt biztonságos, és onnan el kellett menni. Egyébként néhány állomása aztán volt a táncház helyszínnek, még talán arról is volt szó egy időben, hogy megszűnik, mert nem lesz helye, ugye aztán most már a táncház ad ennek otthont a Malom utcába, de a táncházak Pintér Károly Művelődési Ház után voltak az Ifjúsági Házban is, ami most Szabad Művelődés Háza, aztán volt a Megyei Művelődési Központban, de még azelőtt még egy múzeumi épület is volt, amit az együttes tagok, a táncfőtes tagjai, az akkori Fejemegye Népi Együttes tagjai raktak rendbe, világítást vittek be, büfét csináltak, tehát hogy ne szűnjön meg ez a táncház. Igen, hát mellfelé még meséltek róla, hogy annak idején még nekik kellett befűteni és takarítani, igen, hiszen egy helyjel közel romos épületről volt szó, mint tudjuk. És kell, hogy szó essék Pesovár Ferencről is. Nem csak azért, mert idén évfordulót ünnepelünk, illetve emlékezünk rá, 90 esztendeje született, hanem azért is, mert ő kivételesen sokat tett ezért. Igen. Igen, nem csak, egyébként még Kallós Zoltánt is. És Kallós Zoli bácsi persze válaszolt. Aki gyűjteni ment Erdélybe, az nem tudta elkerülni, tehát mindenképpen kellett találkozni vele. Hát a Fejemegye Népi Együttesnek szakmai tanácsadója volt Pesovár Ferenc, hát nagyon sokat segített Botos Józsefnek és az egész együttesnek a munkásságába. Nagyon fontos, hogy te mikor kerültél be? Hát az első tudjuk a három aranysarkantyú, és ahogy a pályafutásod elkezdődött a Velinszkin, ugye utána nem sokkal már táncházasok lettetek ti is, fiúk. Igen, hát 8 évesen kerültem kapcsolatba a magyar néptánc a népzenével, akkor Kovács József Dodi, aki már akkor a Fejemegy Népi Együttesben táncolt, az ő vezetése alatt növögettem, és 12 évesen bekerültem a Fejemegyei Népi Együttes utánpótlásába. Itt volt ez az időszak 11-12 éves korom, amikor először jelentem meg a táncházakba, ami már akkor a Fejér-megyei Művelődési Központban volt, a Liszt Ferenc utcában. Két hetente volt akkor táncház, nem is volt más helyszínen, csak ott volt egyedül. Gazdag Béláék tartották, ha jól emlékszem, Vas Évával, Kovács Marci, akik a táncházakat tartották, későbbiekben Török Sanyi, de mi mindegyik alkalommal egyébként a baráti társaságunkkal, vagy az akkori táncos barátokkal, mindegyik alkalommal. Tehát két hetente elengedhetetlen volt, hogy ne legyünk ott ezekbe a táncházakba. Én a táncházvezetést azt Török Sanyitól örököltem meg gyakorlatilag. Sanyi egy időben elég komolyan tartotta a táncházakat, de ő zenélt is, és ismét zenélni szeretett volna. Én már akkor így bontogattam a szárnyaimat, szerettem volna komolyan foglalkozni vele, és akkor egy-egy táncrendet engedett, hogy tartsak meg helyette, akkor még nem volt ennyire nagy komolysága, tehát volt a Dunántúli táncrend, volt a Szatmári, meg Erdélyben esetleg Mezőség, Kalotaszeg ritkábban, és hát a Széki az elengedhetetlen volt, és egy-egy táncházat engedett már tartani. Amikor már teljes egészében a táncházat vezethettem, az körülbelül 89-90-es évek eleje volt. És azóta is töretlen a népszerűsége. Minek köszönhető ez? Hiszen azért nagyon tudjuk, hogy a 70-es években, amiről kezdtük, jött a pop rock, azóta pedig ugye kinyílt a világ a fiatalok előtt, és mégis azt vesszük észre, hogy a Malom utcai táncház zsúfolt tele, és minden táncház mindig tele van. Igen. Tehát amit te magad a Szabad Művelődés Házban, a Görög Táncházra gondolok, szervezel, illetve a más táncházak, mindig teltház van. Igen, mert biztos, hogy segít ebbe az is, hogy ugye a művészeti iskolák létrejötte, egyre több gyerek ismerkedik meg velem, mert hogy erre óriási igény van, én úgy gondolom a magyar kultúrára fiatalok körében is, hogy találkozzanak fel, és sem, hogy megélhessék. És nyilván nem ad lehetőséget egy próbatermi foglalkozás arra, hogy igazából az ember kitáncolja magát, kitombolja magát, vagy igazából a magáét adja, erre ad lehetőséget a táncház. És ezért járnak, én azt gondolom, a fiatalok, hogy a maguk szabadságát éljék meg ebbe a Tehát a táncház örök bizonyos értelemben. Igen. Egyébként a világ minden részén most már tartanak táncházakat. Nem is tudok olyan országot, ahol ne lenne legalább 2 havonta, 3 havonta egy táncház. És hát a világ minden részéről ugye a táncház találkozóra is összegyűlnek, mert az is a 80-as évek eleje óta töretlenül működik.
Tehát a népi kultúra az itt van velünk. Igen. És ez nagyon-nagyon jó. Én köszönöm, hogy megtiszteltél, és azt gondolom, hogy rövidesen azért elindulhatnak a táncházak is, hát bízunk benne, mert most ugye a kényszerű pihenő okán sajnos nincsenek. Milyen terveitek vannak már az idénre? Ugye itt a szabadművelet először is arról beszélnek, hogy hál' Istennek most már nem csak két hetente van táncház, és a táncházban, hanem most már nagyon sok helyen a városban. Tehát eljutottunk egy olyan helyzethez, hogy gyakorlatilag minden hétvégén el lehet jutni táncházba. Vagy egy moldavi táncházba, vagy magyar táncházba, vagy akár nemzetiségi táncházba. És akkor itt most utalok a Szabadművelődés házára, ahol én is dolgozom. 8 éve elkezdtük ugye a magyar táncházakat, amik táncház néven hirdettünk az elején, de aztán folk estenek hívjuk most már. Tehát nem kifejezetten a tánc tanításra helyeztük a hangsúlyt, hanem inkább az, hogy az emberek próbálják megélni a folklort úgy, ahogy ők szeretnék. Vagy csak egy zene hallgatással, vagy szabad táncolással, vagy ha kell, akkor éppen egy tánctanítással. Tehát nem kifejezetten táncháznak hirdetjük, de egyébként az mondhatnám azt is, hogy Tilinkó klub, mert ugye Tilinkó zenekar tartja nálunk a táncházakat minden egyes alkalommal, ha csak éppen nem egy vendégegyüttest elhívunk valamilyen formában. És ugye hát magyar táncházak mellett most már jó néhány éve elkezdtük a nemzetiségi táncházakat is. Szerb, horvát, bolgár táncházaink is voltak, meg görög. A görögöt hagytam így utoljára, hogy mondjam, mert az a mai napig működik, és nagyon egy létszámmal, tehát létjogosultsága lett a házunkban a nemzetiségeknek is. Most már azt hiszem 3 éve vagy 4 éve, 2 havonta tartjuk ezeket a táncházakat. No, Belajánészból jönnek a zenészek, és tartják. Egyébként régen a nemzetiségi táncoknak is volt létjogosultsága Fehérváron, egész pontosan délszláv táncházak voltak. Nagyon sok délszláv táncház, Varró János vezetésével ugye volt a délszláv zenekar, mint ilyen, és ők is, ha jól emlékszem, talán havonta, nagyon népszerűek voltak. No, hát akkor bizakodóak vagyunk, hogy újraindul az élet, és akkor hajrá mehetnek a táncok. Öcsi, köszönöm szépen, hogy megtiszteltél, hogy itt voltál velünk. Köszönöm szépen. Kedves nézőt, önöknek is köszönöm, és folytatjuk műsorunkat. A teátrum kapuja zárva, a Vörösmarty Színház társulata azonban nagy erőkkel látott neki egy színház történeti álom megvalósításának. A következő évad szerte Magyarországon várt óriási vállalkozása az Ember tragédiája 2, amelynek megkezdődtek az online olvasópróbái. A darab Darvasi László, Márton László, Tasnád István és Závada Pál tollából kerül színpadra. Immár a hagyományokhoz híven Bagó Bertalan, Hargita Iván, Szikora János és Horváth Csaba rendezésében. Ez merült fel bennem, hogy kell-e úgy tennünk, mintha ez egy egységes darab lenne. Tehát kell-e, hiszen 4 szerző nagyon szuverén és egymással feleselő, rímelő, olykor egymást tagadó gondolatai és akár stiláris megközelítése van benne, és hogy pont ez az egyik erénye, hogy az egyben a ti rendezéseiteknél is ez volt, hogy mind a négyen külön formanyelvet találtatok ki az adott jelenetre. Ott egységesítette maga a színdarab és a madácsi gondolati rendszer, de most kicsit fordítva van, ugye, vagy nem is fordítva, hanem tetézve azzal, hogy még a szöveg is négyféle. Tehát bennem, ami kérdésként felmerült, és nem tudom a választ, hogy kell-e úgy tennünk, mintha eljutottunk volna egyfajta konklúzióhoz, ennek a gondolati útnak van-e vége, vagy pedig pont azt kéne erősíteni, hogy mi letettük a garast, ezt gondoljuk, és tulajdonképpen nyitva van az egész, és egy közös gondolkodás vár ránk. Én sokkal inkább ezt érzem egyébként érvényesnek. Vannak írói szándékok, és vannak rendezői szándékok. Engem nem zavar, és ezek majd össze fognak állni. Engem például nem zavar az, hogy ennyire különbözőek vagyunk ennek a gigantikus, meg a világ egészét, és a teremtés egészét látó mű tekintetében. Lehet mindenféle metódusokat találni, vagy mindenféle artikulációkat találni, és aztán abból lesz valami, vagy nem lesz valami. Jó, nem akarok mellé beszélni. Én azt gondolom, hogy ez az egész így, ahogy van,
egy rettenetesen izgalmas, rettenetesen sokrétű anyag, amit valamilyen módon kezelni kell. Ennek ez nem kezdődött el, mi folytattunk valamit. Ez nem fog befejeződni, ez menni fog tovább. Mi egy közbűső állomás voltunk magában a színben is, magában az egész cucc is. Ez így, ahogy ment a vonat egy picit, leszálltunk, megbeszéltük, megy tovább, megbeszéltük, szevasztok, megy tovább, nélkülünk. Tehát én csak azt mondanám, hogy ugye az az érdekes, hogy ha az ember ír egy darabot, vagy ír egy ilyen egy efféle műt, akkor érvényességet keres. Érvényesség. Annyira nincsen. Vagy hol van? Ha csak nem azok a napról napra. Tehát az érvényesség abban van, gondolnám én, amit negatív értelemben a kertész. Azt mondod, hogy lépésről lépésre megyek valami felé. Nem a nagy cuccot látom, hanem hogy lépek egyet, lépek kettőt, lépek hármat, és a végén ott van egy gázkamra. Lépek egyet, lépek kettőt, lépek hármat, és ott van az, hogy visszanézek a temetőkapuból, és azt mondom, hogy talán jól csináltam. Azt hiszem, hogy nagyjából egyfelé beszélünk. Én is úgy gondolom, hogy nem kéne arra törekedni, mint hogyha mi négyen írók és négyen rendezők ilyen szoros együttműködésre szövetkeztünk volna, és egy egységes mondani valójú, és valamiféle nagyon fontos vagy érvényes fölismerésre kifutó tanúsággal járó művet hoztunk volna közösen létre. Erről egyáltalán nincsen szó, és nem kéne úgy tenni, mint hogyha ez egy ilyen előadás volna, lehetne, vagy ennek akarna készülni. Tehát meg lehetne előzni egy csomó, nem is tudom micsodát, következetesség érdekében végrehajtandó kaptafaságot. Ezeket mind meg lehetne forrolni, ezekről mind kéne feledkezni, nem kéne attól félni, hogy a néző eltéved, hogy nem érti. Az, hogy Ádám van, Éva van, Lucifer van, mindenki érti, hogy ezek most mikor, milyen helyzetben, milyen szituációban lépnek föl, és hogy egymással azonosak-e, vagy nem azonosak, ezek teljesen lényegtelen kérdések. És ilyen értelemben minden ajánlat, amelyik egyfajta bölcselkedés felé visz, ugye, mert hát óhatatlan mindnyájunk szövegeiben vannak ilyen bölcseleti regiszterek megpendítve, úgyhogy amikor az Úr is be van kapcsolva, meg Ádám Éva is megrendül a saját sorsának fordulatai felett, és szembesül a Lucifer szerepével, és így tovább, akkor minden okoskodás jön, bölcselkedés jön, és valamiféle nagyot mondani akarás, ezt most így őszintén mondom, és de azért önironikusan is, hogy ezekből sem kell akarni valami közös mondani valót kicsiholni, és ezért én a keretjátékokat is, az elejét is, meg a végét is egyfajta ajánlatnak tekintem, és egyáltalán nem kérném rajtuk számon, hogy miért nem valódi összefoglalások, és hogy miért nem kompatibilisek minden egyes részletével annak, amit egyikünk vagy másikunk
közben beleírt. Pali az előbb kimondta a kulcsszót, azt, hogy heterogén. Én mondjuk hozzátenném, hogy kulcsszó az, hogy célzottan heterogén. Annak idején, amikor másfél évvel ezelőtt, 2018 végén láttam a négy rendező ember tragédiája rendezését, akkor világos volt, hogy itt a színpadon négyféle észjárás érvényesül, és ezek nem fogják egymást lenyomni, hanem erősíteni fogják egymást. És szemem láttára ez be is igazolódott, erősítették. És nyilván erre számítottak a rendezők is, amikor nem egy írót kértek fel, hanem négyet. És utólag is úgy gondolom, meg eredetileg is azt gondoltam, hogy ez egy nagyon helyes döntés, és ez az, ami igazán radikális munkát eredményez. És a tegnapi meg a mai olvasópróba ezt szerintem fényesen igazolta. Itt arról van szó, hogy négyféle szerzői észjárás mutatkozik meg, az bennük a közös, hogy mindenki az emberiségre gondol valami módon, de mert az emberiségre úgy általában nem lehet gondolni egy-egy konkrét szituációban, és közben mindenki a maga módján magásra is gondol. És szerintem ez elegendő közös keret ahhoz, hogy létrejöjjön egy igenis egységes előadás, nem a forma nyelvben egységes, nem a színházi gondolatokban egységes, mert mind a négy író másképpen gondolkodik a színházi szituációkról, és ez kiderült most mindenki számára. De pont ez az érdekes lenne, hogy ezt hogyan tudják a rendezők, meg a színészek, meg a színház többi munkatársa nézők számára elfogadhatóvá tenni. Látva a madácsmű rendezését, biztos vagyok, de ez egy nagyszerű sikerrel fog járni, ez a kísérlet, és maga az, hogy a társulat minden tagjának jut szerep, mindenki benne van, ez maga is egy közös nevező lesz. Az, hogy melyik író hogyan gondolkodik a dramaturgiáról, ki az, aki egy egységes ívet próbál létrehozni, és ki az, aki szánt-szándékkal széttördelt jeleneteket csinál, mert azt látja érdekesnek, hogy a jelenetről jelenetre ugrás milyen kihívást jelent a színészeknek, meg aztán ahhoz az adott rendező ezt hogy fogja megoldani, hogyan fog viszonyulni hozzá. Ez szerintem egy izgalmas feladvány, és ennek tanúi leszünk az elkövetkezendő hetekben. Én nekem ez a próba, a tegnapi meg a mai nagyon nagy élmény volt, nagy megerősítés volt, és nagy öröm számomra, hogy részt vehettem rajta. Jóval több mint 100-an jelentkeztek a 8. Csíki vers ünnepre, amelyet az idén a kialakult helyzetre tekintettel online térben rendeznek meg a szervezők. Az idei verseny a nemzeti sorstragédiára, a Trianon 100. évfordulójára, illetve Csóri Sándor születésének 90. évfordulójára épül. Az imént ellenőriztük a végső számokat. Nem mondanám, hogy végső, de lényegében a jelentkezői számot, ugyanis 15-én zárult a regisztráció után a videók feltöltésének a határideje. És most úgy állunk jelenleg, hogy 110 regisztráltak, és 75-en töltöttek fel végül versmondó videót, ami egyébként számunkra meglepetés, szóval nem tudtuk, mikor belevágtunk abba, hogy vajon így online mennyire lesz népszerű a verseny, de erre a 75-ös számra én nagyon büszkék vagyunk, meg azt mondjuk, hogy tök jó, hogy ennyi fiatalnak, meg diáknak volt kedve így is online formában is részt venni a versünnepen, és verset mondani, és ünnepelni az irodalmat, még ha egy kicsit digitálisabban is, úgyhogy végül is most 75 videó van feltöltve, és még külön érdekesség, hogy közönség szavazást is, és ilyen közönség díjat is hirdettünk idén, és abba pedig 50-en neveztek be, úgyhogy majd a Csiki versünknek a Facebook oldalán lehet szavazni az egyes versmondásokra, és végül is 50 versenyző lesz, aki ebben is kedvet kapott, hogy részt vegyen. Nyilván fontos, hogy minden korosztály megkapja a lehetőséget a bizonyításra. Elkülönítettétek már, hogy mely korosztályok jelentkeztek?
Igen, a verseny hagyományosan is mindig az 5-től a 12. osztályig van meghirdetve, és ezen idén sem változtattunk, úgyhogy a korcsoportok ennek mentén alakulnak. 5., 6., 7., 8. osztályban külön hirdetünk, első 1-től a 3. helyzeteket, és külön a gimnáziumi korosztályban, amit 1-be kezelünk, és ott is a gimnázisták között is 1-től 3. helyzeteket fogunk hirdetni. Minden esztendőben van a versünnepnek egy vezérfonala, idén? Idén ugye a trianoni békeszerződés 100 éves évfordulója kapcsán az összetartozás az egyik téma, illetve inkább csak ajánlott, hogy ilyen témakörben, hogyha tudnak a versenyzők, válogassanak a versmondásuk kapcsán, illetve a Csóri Sándor emlékév miatt Csóri Sándor költészetét is ajánlottuk, akinek ugye remek gyerekversei és ifjúsági versei és költészete is van, de ezen kívül egyébként teljesen szabadon választható, ez tényleg inkább csak egy vezérfonal. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk a jövő héten ugyanebben az időpontban, ugyanitt. Viszontlátásra!